Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Rejtett kincsek. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirada részére. Kedves Mirada, üdvözöllek téged. Ennél a jóslásnál megnézünk olyan dolgokat, ami ott a mélyben van. És nem csak a jóslást tekintjük meg, hanem a végén áttérek az asztrológia területére. Ez a kártya ott fent bal oldalon mutatja a jelenlegi helyzetedet. A gyermekek a képen utalhatnak arra, hogy vannak kapcsolatok gyermekekkel, vagy a gyermekek állnak a középpontban, jelentheti a te gyermekkorodat és a gyermekkori emlékeket. A kártyáknak van szimbolikus jelentése is, ezen a képen láthatóak a kelyhek, és az érzelmekre utal. Amit még ez a kép jelent számodra, hogy itt érzelmekről van szó, és a gyermekek szimbolizálnak újdonságokat, vagy egy új kezdetet, hogy valaki visszatér hozzád a múltból érzelmekkel. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép mutatja a környezetedet, mégpedig azt, hogy látnak mások téged, mi a véleményük rólad. Itt ez a főpapnő őrzi a titkokat. Lehet, hogy titokzatos vagy, és nem vagy nyitott másokkal szemben, amit még ez a főpapnő közül a bölcsesség, a tudás, az intuíción, és ez megvan nálad. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép mutatja a te gondolataidat. Itt az érmékről van szó, tehát anyagiakról, vagy a munkádról. De ezek az érmék mutatják az értékeket is, a belső értékeket is. Ez a kislány téged szimbolizál. A kezedben van egy érem, és úgy érzed, ez az utolsó. A háttérben pedig ott van a jólét, de nem figyelsz oda. Nem csak a jólétet mutatja az a kép a háttérben, hanem a te belső értékeidet is, a te tudásodat, tehetségedet, figyelj oda rá, légy ennek tudatában. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép ott fent jobb oldalon utal a te érzelmeidre. Itt látható egy szerelmes pár, megvan a nagy szerelem, és ez nem egy oldalú, hanem ez a férfi is szeret téged. Mondhatnám úgy is, szerelmes beléd. És most megtekintjük a következő kártyát. A nap itt bal oldalon mutatja a mély titkot. Ez a te éned. Ez a te kisugárzásod. Ez az energiameződ, és légy ezzel tudatában. Amit még a nap szimbolizál, az a nyár. Nyár idején lesz egy újdonság, egy meglepetés, valami, amire te még nem számítottál, tehát ez még egy titok. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép azt
jelenti, hogy miért fontos számodra, hogy lásd ezt a titkot. Először is kellene ez a tartás, mert te vagy ez a királynő. Legyen meg ez a büszke tartásod, és ez a királynő tart valamit a kezében. Ez egy arany érem, ami értékes. Természetesen utal anyagiakra is, de azt is jelenti, hogy te értékes vagy számára. Légy ennek tudatában, és a nap mutatja is ezt a kisugárzást nálad. Mindenki így lát téged, ő is így lát téged, csupán te vagy bizonytalan. Amit még a királynő jelent, ez a föld eleme, és az utal reális dolgokra. Tehát ez a szerelem megvalósul, te azt átéled, és ahogy a nap mutatja, ez bekövetkezik a nyár folyamán. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép mutatja a lelked hangját. Mit súg számodra? Itt látható egy lovas férfi, és közeledik hozzád. A kezében van az arany kehely, és az jelenti az érzelmeket. Ez a férfi szeret téged, meglátogat, közeledik hozzád. Érezd ezt, mert ezt sugallja számodra a lelki hang, ez a lelki üzenet. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi vagy ki ad számodra erőt? Ezt mutatja ez a király. És ez a király uralkodik a tűz eleme felett. Mutatja a bátorságát, a lelkesedését, de a testi kapcsolatot is. Én úgy mondanám, hogy ez a nagy szerelem, ő adja számodra ezt az erőt, és segíteni fog neked. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya itt lent bal oldalon utal a szerelmi élet területére. A hetes szám az a hold energiáját mutatja, a vágyakat, az álmokat, a kívánságokat és reményeket, azon kívül azt is jelenti, hogy te ezt megkapod. Egy álom megvalósul, és a kelyhek utalnak mély érzelmekre. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép arra utal, hogy mi várható a jövőben a szerelmi élet területén. Itt a mérlegről van szó, mérlegelni kell a dolgokat, de utal a belső egyensúlyra is. Azon kívül a mérleg szimbolizálja a párkapcsolatot. A képen Justícia istennő látható, aki mutatja az igazságot, de utal igazságtalanságokra is. Ami érdekes ezen a képen, hogy a mérleg egyik serpenyőjében a szív van, tehát a szerelem, és a másik serpenyőben pedig egy toll. És ez utal az egyiptomi mitológiára, és szimbolizálja a lelkünket. Mégpedig azért, mert az egyiptomiak szerint, ha meghalunk, akkor tót átkísér bennünket a más világra, de mielőtt oda átlépünk, mérlegel valamit. Mégpedig a lelkünket.
ha a lelkünk olyan könnyű, mint ez a madárnak a tolla, akkor megvan ez a könnyűség, és ez azt jelenti, hogy felszabadultnak érezzük magunkat, és magunk mögött hagyjuk a kármikus témákat. Ezért ez a toll a lelkünket mutatja itt ezen a kártyán. Itt meg kell, hogy legyen ez az egyensúly a mély lelki érzelmek és a testi kapcsolat, ez a szerelem. Mindkettő fontos. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt ez a kép mutatja a jövődet, azt, amire nem számítasz, milyen meglepetés ér téged, erre utal a sors kereke, egy sors döntő fordulat. Lesznek változások, egy sors döntő kapcsolat, sors döntő események, fordulatok, erre számíthatsz a jövőben. Ami még érint téged, szintén a jövőt mutatja, azt megtekintjük a következő kártyánál. Ez az uralkodó mutatja a lelki társadat, tehát felnézhetsz rá. Neki megvan a büszkesége. Amit még ez a kártya mutat, mert a kártyának szimbolikus jelentése is van, hogy te fogsz uralkodni a gondolataid felett, az érzelmeid felett, a sors utad felett. Kezedbe veszed a dolgokat. És most áttérek az asztrológia területére. A nap szimbolizálja a te énedet. Ha az életedet úgy képzeled el, mint egy színdarab, akkor a nap azt közli veled, itt te játszod a főszerepet. A te horoszkópodban az indiai számítás szerint a nap a szűz jegyében van. Ez a föld eleméhez tartozik, utal reális dolgokra. Te nem vagy álmodozó, vagy ha vannak álmaid, akkor te azt szeretnéd realizálni. A napod egy konjunkcióban áll Jupiter bolygóval. Az azt jelenti, hogy ők együtt hatnak. Ők találkoztak, és te nem tudod ezt elválasztani. Tehát Jupiter mindig ott van a nap mellett. Jupiter bolygó szimbolizálja a belső napunkat. Ugyanúgy, mint a naprendszerben is, így belülről van egy belső naprendszer, amit Jupiter bolygó szimbolizál a holdjaival. Ez azt jelenti, hogy neked van egy ilyen belső értéked, ez a bölcsesség, ez a nagyság, amit Jupiter bolygó számodra jelent, és a napod ezt szeretné kisugározni. De a szűz jegye visszahúzódó, szerény. Az lehet, hogy abból következik, hogy így neveltek fel téged, te nem tudtad a tudásodat, bölcsességedet, a nagyságodat kimutatni, mert lehet, hogy mások annak idején azt mondták neked, hogy légy szerény, visszahúzódó, de te belülről érzed ezt a tudást, ezt a mély tudást és bölcsességet. Azon kívül érzed azt is, hogy te különleges személyiség vagy. Nem csak Jupiter bolygó utal erre, hanem a holdad a vízöntő jegyében, ami azt mutatja, hogy te más vagy, mint mások.
A horoszkópodban Vénusz bolygó, ami a nőiességedet jelenti, és Szaturnusz bolygó, a sors bolygója, a Skorpión jegyében van. A Skorpión jegye olyan misztikus, titokzatos. Azon kívül a Skorpión jegye szimbolizálja a testi kapcsolatot is. Mivel a szűz jegyében születtél, ez más kép hat rád, mint a Skorpión jegye. Azon kívül itt a Skorpión jegyében található Szaturnusz bolygó, és az első életszakaszban itt vannak korlátozások. Én úgy érzem, te ezt nem merted úgy élni, ahogy te végül is szeretted volna. Inkább visszahúzottál, és nemet mondtál. Az is lehet, hogy elfutsz a saját érzelmeid elől. Ami még fontos jelenleg, amire a Skorpión jegye utal, hogy ez évben, sőt jövő év elején is, pontosan jövő év márciusáig, itt a Skorpión jegyében mozog a lefele mozgó hold csomó Kétú. Ez egy kármikus csomó, és utal a múltra, mindarra, amit korábban átéltél, a korábbi életedben is, és itt eléri Vénusz bolygódat, ami kihat a nőiességedre és a szerelmi élet területére, eléri Szaturnusz bolygót, ami kihat a sorsra. Tehát itt lesz nálad egy sors döntő fordulat, amit ez évben, esetleg jövő év elején élsz át. Kedves Miradá, ez volt a bepillantás a titkaidba. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel, Denderá. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!